fehérvári hokisoknál folyó fejlődés egyik alapja a stabil finanszírozás és háttér. Emellett pedig a névadó szponzora Hydro a következő 3 évben is leteszi a voksát. Nagyon fontos volt, hogy megmaradtak a kiemelt támogatói a jégkorong közösségünknek, csapatunknak, és az egy nagyon jó és fontos lépés, hogy a névadó szponzor pedig, amelyik Fehérvár egyik legjelentősebb vállalata, és egy nagyon nagy beruházást valósít meg magában ipari beruházásként a városon belül, új munkahelyeket létrehozva, közben ezzel párhuzamosan úgy döntött, hogy tartósan szeretne a jégkorong csapat mellett is ott maradni, és most egy több éves névadó szponzori megállapodást tudtak kötni. Bőven a legjobb 6-ban zár a csapat az alapszakaszban, legrosszabb esetben is a 3. helyről várhatja a rájátszást. Most még megjósolni is nehéz, hogy kivel kerülhetünk össze a negyeddöntőben, de az biztos, hogy ez a csapat bebizonyította, hogy főleg hazai jégen a Salzburgot is akár beleértve a vetétársaink mindegyik ellen képes a győzelemesével pályára lépni, és mivel hogy ez a harmadik hely, legrosszabb esetben is harmadik helyezés mindenképp pályaelőnyt ér, én bízom benne, és nagyon szeretném első lépésként azt, hogy a csapat ezt képes legyen érvényesíteni a negyed döntőben. Aztán utána beszélgessünk újra. A playoff ez mindig egy külön műfaj, tehát nem sok babért termett eddig ennek a klubnak ebben a playoffban, ezt is meg kell tanulni egyébként, hogy ilyen feltételek mellett, ilyen erőltetett menetben, ilyen nyomás alatt hogy tudjuk magukból a maximumot kihozni. Én nagyon remélem, hogy úgy fogjuk tudni befejezni ezt az ezévi szereplést ma itt a playoffban, hogy nem marad ilyen megbánnivaló, vagy sajnálkozni való az, hogy most hogy kicsit jobban játszottuk volna, hogy egy kicsit élesebbek lettünk volna, akkor sikerült valami. Sok olyan srác van itt, aki azért éhes a sikerre, és ugye mi is klub, és szerintem a szurkolók is nagyon örülnének neki, hogyha több meccset nyernénk meg a playoffban, mint nem. Mondjuk kezdjük úgy, hogy az első körben. Ma este Linzben játszik a csapat, vasárnap pedig itthon a Dornbirn ellen zárja az alapszakaszt a Hydro Fehérvára a V19.